Ugye a Daniel családról külön nem kell beszélni, hiszen az is adott volt. Másik család, hogy azért ilyen névsorba menjünk, az érdekes módon ugye a Bartalis család Olasztelken, akik nem olyan régóta vannak itt Bartalisok, és Bibarc falváról települtek át. Azt lehet tudni, hogy a 19. század vége felé jöttek át Bibarc falváról egyes Bartalisok Olasztelekre, és most sincs sok Bartalis nevű, hát én egy családot ismerek ilyen néven, azt hiszem ennyi is van összesen a faluban. És nagyon érdekes, hogy Bartalis József, aki a 19.-20. Század fordulóján élt és postemester volt, ő neki még, mikor Pálmai József gyűjtötte az udvarhelyszéki családok adatait, még az eredeti Bartalis címeres levelet meg tudta mutatni. Tehát őnek még a birtokában volt, azóta már ki tudja, mi lett vele. De a Bartalisok úgy tűnik, hogy valami jelentősebb emberrel költözhettek át Olasztelepre, hiszen nagyon ritka volt az, amikor a címeres levelet is vitték magukkal. Általában, hogyha egy család kiágazott az ősfészkéből, akkor az eredeti adományos címeres levelet nem vitte magával, hanem úgy érzett, nemesi bizonyítványt kért az adott helységtől, és azt mutatta be az új helyen. És azt is elismerték teljes hatályú bizonyítékként ilyen körben. De a Bartalisoknak Pálma József, vagy igen, még leírja, hogy a Bartalis József annak még birtokában találta ezt az okiratot. Nagyon érdekes újabb család, a Posztó család, ők fülei eredetű család, ők is nemességgel rendelkeztek, tehát megnemesített szabad széke család volt, és 19. században ők is az 1800-as években jöttek Olasztelekre. Kolumbán családról beszéltem, arról több szó ne esik. A Márkó családból csak annyit egyébként, hogy 17. századtól kezdve egyes tagjai nagyon jeles tisztségeket viseltek. Tehát mind jegyzők, szenátorok, de még alkirálybíró is akadt Márkók, Olasztelki Márkók közül. Tehát ők a hivatali életben nagyon-nagyon erősen képviseltették magukat, minden egyes évszázadra jutott valaki Márkó, aki tevékenykedett. És nagyon érdekes még, hogy volt egy Lázár család is Olasztelken, egy nemesi család a 19. szerint, az is kihalt, tehát most már az nem létezik. És van még egy nagyon kiterjedt család, ami azt lehet mondani, hogy Pálmai úgy írja, hogy az egész udvarhely, akkori udvarhely, bármennyibe korábbi udvarhely szép, a legkiterjedtebb család, és legalább három ágát ismerik, ami különböző időben nemesítettek meg, ezek a Máték. Ugye van a Vargyasi Máté család, akikből jöttek át Olasztelepre, és akkor itt terjedt el ez a név is. És a Vargyason a Máté családnak már Pálma József is fölírta, hogy különböző ragadvány neveket adtak, hiszen úgy tudták ők is egymást megkülönböztetni a sok-sok Máté. Tehát valószínűleg a Máté volt Udvarhely vármegye legelterjedtebb családja, megnemesített székely, szabad székely családja, akik Olasztelken is képviseltették magukat a 19. századtól. Na már most, és volt még egy család, a nagy család, akik szintén egy régi 16.-17. Század dokumentálható éven szintén adományos, nemes, szabadszékely családról van szó. Szót kell még egy érdekes család, ez a Rauber család, akik ez egy német eredetű, német birodalmi, bárói ranggal rendelkező család volt, akik a Danielekkel házassági kapcsolatba kerültek, és akkor így két generáción keresztül itt éltek Olasztelken a Daniel kastélyben, amikor Daniel Gábor elvette a Rauber lányt, akkor ismét a Danielek tulajdonába került a kastély. És azt lehet mondani a Rauberekről, hogy tehát ők egyáltalán nem székelyek, ők birodalmi bárók voltak, és gyakorlatilag az olasztelki Danieleknek a birtokán gazdálkodtak. És Orbán Balázs, amikor az 1860-as években itt járt Olasztelken, és ugye föltérképezte a kastélyt is, akkor a viszonyokat, akkor a Rauber Nándort talált a kastélyban, tehát a kastély ura, akik váró Rauber Nándor volt, és az ő lánya volt az a Rauber, ha jól emlékszem, Mária, akit elvett aztán Daniel, Vargyasi Daniel Gábor feleségül, ide költözött Vargyasi Daniel Gábor, és akkor így folytatódott itt a Daniel birtoklás. Szóval ez egy izgalmas kérdés ez. Vannak még további szabadszékely családok számtalan, de hangsúlyozom, hogy sajnos nem tudok, így itt is elnézést kérek azoktól a családokra, hogy esetleg nem sorolok föl, de csak úgy reprezentatív szerűen. Több kihalt család van, tehát én a Fábián család, akiről Orbán Balázs is úgy vélekedik, hogy olasz, tehát mindeset a latin eredetű család lehet, és ez is egy nagyon régi család, ahol Kolumbánokkal, Márkókkal együtt tartják nyilván a Fábián családot. Bár megjegyzem zárójelben, én nem tudom, hogy a Fábián név mennyire utal esetleg latin eredetre, hiszen egész magyar nyelvterületen elég viszonylag gyakori a Fábián család név. Tehát
Észak-Magyarországtól kezdve Erdélyen keresztül, nyugat, déli, mindenhol fábiánok az előfordulnak, tehát ez egy létező ír, de már kihalt, tehát olasztályban már nincsenek fábiánok. Volt a fagyas család, az is egy érdekes volt, ez 17. század elején fordult elő, és nagyon jeles helyi emberek kerültek ki közülük, de ez sincsen, tehát ez a család is kihalt. Viszont létezik a gál család, legjobb tudásaink ma is a gálok, ők már az 1500-as évek végén darabontként tevékenykedtek, tehát ők mindig gyalog székely, katonáskodó, szabad székelyek voltak a gálok, és ezt a státuszukat megtartották. Tehát mindig katonaelemként, katonai nyilvántartásokban szereplő család volt a gál, és jelenleg is az. Hasonló a Kovács család is, ahol már 1566-ban lófőként tartják őket nyilván, illetve főember minőségben is szerepelnek néhányan ilyen megjelöléssel. Volt egy Kelemen család is, de az már sajnos kihalt, valamikor a 19. századból 1613-ban a lustrán már lófőként szerepelnek, hasonlóan Márton, Tamás családokhoz, akik szintén így. Na már most, van a másik kategória, tehát ugye ahogy a bevezetőben is említettem, igen, a bevezetőben is említettem, a szabadszékely, a társadalmi státusz vegyítve a nemesi rendhez tartozással párhuzamosan élt olaszterken, illetve egész Bardócéken a jobbágyi renden lévőkkel. Jobbágyi családok is kimutathatók egyébként olaszterken, akik ma is jelen vannak ezeknek az utódaik. Ezek szintén a 17. században kezdtek megjelenni. És nagyon érdekes, hogy az előző nevek, amiket felsoroltam, tehát legyen Barta, Kolumbán, Daniel, Fagyos, stb. Ezek ilyen, lehet hallani ezeket a neveket, hogy én nem vagyok ugyan névkutató, etimológus, de azt lehet hallani, hogy ezek inkább ilyen emberi tulajdonsággal kapcsolatos nevek. Tehát nem foglalkozás nevek, nem szállás, ezek emberi tulajdonsággal összefüggő nevek. Jellegzetesen a helyi szabad székhelyeknek ezek a nevei voltak. Viszont a foglalkozás nevek itt olaszterken, illetve a keresztnév, vezetéknévként való használata, az meg kifejezetten a jobbágyi családokra volt jellemző. Fölsorolok néhány ilyen nevet, ami kimutatható, Albert például, ugye az Albert család. Úgy tudom, ma is vannak Albertek olaszterken. Régi család, jobbágyi család volt, és ez is ugye egy keresztnévként is működő név az Albert. Akkor Beke, a másik család. Mackós, tehát ez is egy ilyen jelleget. Molnár, Pál, keresztnek Szabó, ez foglalkozás név. Tóth, Varga, Veres. A Tóth ugye származásra, vagy hát mindeset egy etnikumhoz. Persze nem biztos az illető Tóth származású volt ténylegesen, de mindeset a Tóth elnevezés ugye az a szláv megfelelője lehetett egy korban. Tehát ezek a családnevek inkább a jobbágyokra voltak jellemzőek abban az érdekes korban, és ezek általában jobbágy falvakból bekerült emberek voltak. Utaltam itt Felső Rákosra, de az Old túloldalán lévő Királyföld, ugye a korabeli használat szerint a szászok nagy területeiről is érkeztek jobbágyok erre, főleg a Daniel birtokon dolgozó jobbágyok. Tudni kell a székely birtoklás egyébként azt is, hogy a 18. század elején is kevés jobbágy, tehát itt nem voltak olyan nagy birtokok, mint Magyarországon, vagy ne beszéljünk Nyugat-Magyarországon, óriási latifundiumok voltak, ugye csak mit nem nincsek, a Teleki, vagy Teleki, bocsánat, rosszul mondom, ez egy erdélyi család, a Széchenyiek, Andrássyak, annak is ugye van erdélyi ága, de felső-magyarországi család, Eszterháziak, hát ezek a nevek ugye mindenki számára előtt ismertek, ezek nyugat-magyarországi gazdag nagy birtokosok voltak. A székelyföldi arisztokrácia, tehát itt a Danielvárok, Lázárok, Kánokiak, hasonlók, ezek közel, meg se közelítették azt a vagyoni szintet, mint az előbbieket. Ezek néhány jobbágytelket, 10-100-as nagyságrendben munkás jobbágyokat foglalkoztató emberek voltak, de nem ez volt a kifejezett többség Székelyföldön és itt olaszterken sem, hanem még a 18. században is a legtöbb székely birtokos 1-2-3 jobbágyral gazdálkodott csak. Tehát ilyen családias viszony volt, hogy így mondjam. Nyilván a cseléd, a magyar cseléd szó is egyébként a család szóval rokonítható. Ugye mondják, hogy mert hiszen a korabeli felfogás szerint a földes úr, a gazda, ő volt ugye a uradalomnak a feje, és ő úgy tekintett az emberekre, mint a saját családjára, hogy egy ilyen pater familias képében jelent meg. Tehát gyakorlatilag a család, az ő cselédjei is a család tagjainak számítottak mindenki a maga feladatából. Na már most, nagyon érdekes, hogy vannak román eredetű családnevek ezeket is ki, tehát a nevekből lehet következtetni a román származások, főleg a 19. században kezdtek megjelenni, és vannak szláv eredetű családnevek, de nem itt olaszterken, csak ez csak egy kitérő itt. A 18. század végén, 19. század, de megindul itt Erdővidéken, meg főleg Bardócék északi részén, megindul a szervezett fakitermelés.
amikor hát még nem ipari méretek, de már ilyen manufakt, vagy hát mindesetre kisebb üzemi méretekben megindul a kapitányzás, és akkor Kárpátaljáról, meg Felvidékről szlovák és ruszin eredetű kakitermelők érkeznek, akik közül egyesek le is telepednek itt. Ilyen például Hargyas az Andorkó család, akik ugye unitárius lelkészként is képviselik, tehát még a vallásuk is megváltozott, és a helyi valláshoz alkalmazkodtak. Az Andorkó név is ugye ruszin eredetre utal, tehát egy kárpátai ruszin család. Itt olasz telken román eredetű családokat, akik szintén hasonló kétkezi munkásként érkeztek, és aztán itt nem tudom, hogy ezek közül melyek azok a nevek, amelyek ma is megvannak itt olasz telken, de a felsorolom azokat, amik kimutatottak. Tehát volt Ápolcán család például. Igen, Ágya család. Akkor volt Mircse család, Nedeleja család, Ráduj, Trinfa. Tehát ezek Trinfa van most is. Na, tehát ezek román hangzású, de természetesen elmagyarosodott, tehát ma már. De a név, most ez nyilván nem sértő, tehát most nem akarok itt senkit itt, nem arról van szó, csak hogy ez nem, senkinek nem volt le az értékéből, illetve nem is ad hozzá semmit, csak hogy a név használat, a név az román eredetre utal, tehát valamikor ugye ilyen betelepült román és elmagyarosodott családokra utal. Mindenesetre az biztos, hogy néhány adatot azért elmondanék, hogy 1614-ben, tehát annál a lustránál, ami már elsőként is precízen rendelkezésünk áll, 36 család élt olasz telken, ebből 18 volt szabadszékely, 7 volt jobbágy, a többinek nem adták meg a státusi húzatot, egyébként 8 lófőcsárd volt és 3 gyalog. Na most 1728-ban 51 család volt, ahol már 24 szabadszékely, 23 jobbágy család, 4 zsellér, 5 más. Tehát így alakult ki. 1975-ben pedig ez a bizonyos Janicsek Jenő, akit említettem, aki körbejárt a Bardócék településeit, 75-ben már 102 család nevet sorol föl olasz telken, tehát 102-t, és ebből a 102-ből 50, vagy hát bocsánat, tehát nem 102 ember, és nem is 102 család, 102 név, tehát egyes család nevek, ugye több családot is alkothatnak, és összesen 58-an voltak ugye Kolumbán nevűek akkor 1975-ben. Nagyon érdekes, és még egy dolgot azért elmondanék, hogy megszámoltam egyébként akkor ennél az 1975-ös összeírásnál, hogy a Balázsi, Barta, Kolumbán, Márkó családhoz tartozók, azok, tehát ha összeszámoltuk az egyes emberek, hogy ez a családhoz tartozók, többen voltak, mint 100-an ebből a 6-700 fős településen. Tehát gyakorlatilag minden hatodik-hetedik ember ez a nevekhez tartozott. Nagyon érdekes, és még ezt szeretném mindenképpen megemlíteni, hogy 1940-ben, amikor Észak-Erdély Székelyföld visszakerült 4 évre sajnos csak Magyarországhoz, akkor összeállítottak egy újabb lustrumot. Tehát ez már csak ilyen nosztalgia lustrum volt, ugye nem olyan igazi, mint valamikor. És ez a Rugonfalvi Kis Miklós, aki ezt összeállította, ez Magyarországon élt, és kifejezetten magyarországi székelyekre terjedt ki ez a lustrum. Tehát azokat írta össze, akik Erdélyből áttelepültek Trianon után Magyarországra. Gondolom nyilván nem sikerült az összeset, csak akiket föl tudott kutatni. És ezt is megnézte, ezt az érdekes útmenet, és több olasz telki ember, például volt Barta Attila, olasz telki Barta Attila, a magyar király pénzügyi titkár volt 1940-ben, és 1897-ben született Székelyföldváron, tehát nem olasz telken Székelyföldváron, de olasz telki százás volt, mondta, hogy édesapja onnan ment át Székelyföldváron. Gyulán élt egyébként ez a Barta Attila, a magyar király pénzügyi titkár. Volt Daniel Gábor báró, természetesen ügyvédi oktanácsos Budapesten, a felesége egyébként Korányi lány volt, a Korányakról kell tudni, hogy egy nagyon jeles magyarországi zsidó orvos család volt, akik aztán bárói rangot kaptak Ferenc Józseftől a jeles munkáért, tehát ebből a családból nősült ez a Daniel Gábor. Volt egy Kolumbán György, református hitoktató lelkész, 1907-ben született olasz telken, és Perecses bánya teleten élt, ott volt református lelkész, ez Borsod megyében van északon. Volt egy Márkó Lajos, állami iskola igazgató Kispesten, 1885-ben született olasz telken. Tehát ezek ott nyilvántartott nevek voltak, és hát valószínű voltak még többen is, csak nem tudtam ezért mindegyiket, ez iszonyú nagy anyag, tehát nem tudtam ezt átnézni. Tehát ezt szerettem volna elmondani ezzel kapcsolatban.